Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák Anikó. 7 óra 7 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is. Augusztus 11-e van csütörtök, és Zsuzsanna és Tiborcz napja, úgyhogy őket köszönhetik, ha van ilyen nevű ismerősük, illetve természetesen azokat, akiknek születésnapjuk van, Isten éltesse őket is. Lássuk, hogy mi mindennel foglalkozunk itt a mai adásban, csak az első óra témáit sorolom gyorsan. Csökkentett ECHO-t és adminisztrációs könnyítéseket kínál a kormány a Katárról áttérőknek, de hogy mit jelent ez valójában, és tényleg nehéz lesz a könyvelők dolga, mindjárt átbeszéljük Angyal József okleveles adószakértővel. Aztán nem tudom, hogy önök tapasztalták-e, de bizony sok helyen nem lehet sorban állás nélkül tankolni, de az is előfordul, hogy csak a sokadik kútnál jutunk benzinhez. A tapasztalatokról, és hogy mennyit és hol tankoljunk, megkérdezem majd ki mástól, mint a holtankoljak.hu ügyvezetőjétől, Bújdos Esztertől. És ha már nincs elég benzin, hogy tankoljanak a mentősök, vagy a tűzoltók, és egyáltalán miből telik rá nekik, erről is beszélünk, mert az MSZP aggódik, elmondják, hogy miért. Megint retteghet a világ, mert az oroszok elfoglaltak egy ukrajnai atomerőművet, lehet-e második Csernobil, sokan ezt kérdezik. Mi is ezt a Szódi Attilával, energetikai mérnökkel elemezzük majd a történteket. És elkezdődhetnek a fakivágások, tilos külföldre vinni tűzifát, hogy legyen elég itthon. A DK-t tudni szeretné, hogy ki, hol és mit vág ki. Arató Gergely mondja majd el a fenntartásaikat ezzel kapcsolatban. Kezdünk. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Csökkentett ECHO-t és adminisztrációs könnyítéseket kínál a kormány a Katárról áttérőknek. Derült ki kedd este, amikor a pénzügyminisztérium bejelentette a változásokat. De mindez mennyiben hoz változást a korábbiakhoz képest? Aki augusztus elején úgy döntött, hogy általány adósként folytatja, esetleg most mégis ECHO-s lesz, valamint a könyvelők terhét csökkentheti a friss bejelentés. Angyal József okleveles adószakértőt kapcsoljuk, hogy válaszokat kapjunk a felmerült kérdésekre. Mert hogy nagyon sok a kérdés. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez most finom hangolás, vagy igazából tűzoltás? Nem, ez se egyik se. Tehát ezek az intézkedések egyszerűen nem térnek ki, és nem befolyásolják a katatörvény módosítását. A katatörvény úgy, ahogy megszavazták, úgy fog hatályba lépni. Ez néhány adminisztráció egyszerűsítés, elsősorban amiatt, mert a könyvelők rengeteget panaszkodtak, hogy nem fognak tudni átállni. Itt most kiemelném különösen az ECHO-t, ami kakukktojás ebben az egész rendszerben. Ugyanis azt kell tudni, hogy akik eddig ECHO-s adóztak, ott az értékhatár 60 millió volt. Tehát csak példaként mondom, aki eddig mondjuk havi 5 millió forintos bevételhez jutott ECHO-s adózásból, neki esélye sem volt arra, hogy katta szerint adózzon. Nála is megszűnik a 13% szocó. Ez azt jelenti, hogy ennek az ECHO-s munkáltatója 650 ezer forint szocóval kevesebbet fizet. Tehát ez elsősorban a foglalkoztatónak lehet teherkönnyítést. Itt is rögtön el kell osztatom egy tévhitet. Már láttam, rengeteg számítás megjelent, ahol összeszámolják a foglalkoztató által fizetendő 13% szothót, illetve a magánszemély által fizetendő 15%-ot. Hát más a terheltje, ennek ne keverjük össze, tehát ez a kettő nem illik össze. Én továbbra is azt mondom, és ebben nincs változás, hogy az általány adózásnak nincs alternatívája. Tulajdonképpen ez segíti elő az a változás is, hogy a BT beltagja, ha úgy dönt, hogy ő továbbra is egyszerűsített adózást akar, tehát az általány adózást, akkor neki nem kell megvárni, míg lezajlik 150 nap alatt az egyszerűsített végelszámolás, hanem azonnal áttérhet ő is, ugyanúgy, mint a kültag. Tehát ez csak lehetővé teszi, segíti azt, hogy az általány adózásra térjünk át, de ismételten hangsúlyoznám, hogy tekintettel arra, hogy most egy tört időszakra, 4 hónapra lehet alkalmazni az általány adózás kedvező adókedvezményeit. Ez azt jelenti, hogy megháromszorozódnak ezek a kedvezmények, tehát továbbra sincs akadálya annak, hogy az általányozást alkalmazzuk. Most ami a könyvelők kifogásait illeti, ezek nem megalapozottak. Egyszerűen azért, mert felhívnám a figyelmet arra, hogy a könyvelő nem adózási szakember. Lehet megsértődni, de ez akkor is így van. A könyvelő könyveljen
kezeljen, és ne az adójogszabályokat értelmezze. Tulajdonképpen, ha valaki áttér az általányadózásra, akkor neki elsősorban egy jó kalkulátorra van szükség, amiben havi bontásban, ez nagyon fontos, ahol beütöm, hogy mondjuk szeptemberben 580 ezer forint bevételem volt, és akkor a kalkulátor kiszámolja, hogy milyen adókat, járulékokat kell fizetni. Ma már a bérszámfejtés sem kockás papíron végzik, hanem számítógéppel. Tehát tulajdonképpen ma már, mivel elektronikus ügyintézésre kötelezett egy egyéni vállalkozó, elsősorban a számítógép használatának van jelentősége. Tehát nem könyvelőt kell keresni ahhoz, hogy az adminisztrációnkat leegyszerűsítsük, hanem azt szoktam mondani, hogy egy középiskolás diákot, aki nem idegenkedik a számítástechnikától. Annyi teendője lesz egy általányadózónak, hogy havonta egy úgynevezett járulékbevallást kell benyújtani, egy 2258-as nyomtatványt kell kitölteni. Ez az adóhatóság honlapján elektronikusan kitölthető, elektronikusan elküldhető, tehát nem elsősorban könyvelői tudásra van szükség, hanem számítógépes tudásra. Sajnos tapasztaltam azt is, hogy sok vállalkozó ilyen középkorú, vagy annál kicsit idősebb idegenkedik a számítógéptől, és a kata adózásnál is arra is a könyvelőt kérte meg, hogy adja össze a nem tudom én 42 darab számláját egy Excel táblába, és az összesen sort írja be a bevallásba. Hát ehhez nem kell könyvelő. Tehát a könyvelők nagyon elrontották itt, ahelyett, hogy segítettek volna, nekiálltak jogszabályértelmezésnek, ami teljesen téves volt. Tehát arra biztatnék mindenkit, hogy inkább egy alapfokú számítógépes tanfolyamra iratkozzon be, a NAV is megújítja a rendszerét, és segíteni fog a bevallás elkészítésében. Elsősorban számítógépes ismeret kell, úgy, hogy a nagyanyáink egy kicsit irtkoztak a mosógéptől, aztán a gyerekeik már megbarátkoztak vele. A mostani középkorú vállalkozásoknak meg kell barátkozni a számítógéppel, és akkor semmi problémát nem fog nekik jelenteni az általányadás áttérés. Számításaim szerint kb. Havi 600 ezer forintig még kedvezőbb is lesz az általányadózásban az a fizetendő adó, mint a katában volt. Tehát egyszerűen rémhiterjesztés történt, mindenkit arra biztatnék, hogy álljon neki, ismerkedjen meg a havi járulékbevallással, az utalás az ugye az nem hiszem, hogy gondot jelent, és semmi problémát nem fog állni az áttérés. No, akkor segítsen nekünk kitisztázni néhány dolgot. Nem kevés katás ismerősöm van, hiszen ugye mondjuk újságírókat is nagy mértékben érint ez. Igen. Sőt, nyilván vannak a rádióban is ilyen dolgozók, akik katáztak eddig. Kétségbe vannak esve, van olyan, akivel beszéltem, és mondta, hogy egyáltalán nem látja, hogy lesz az élete szeptembertől, mert ő ezt az általányadót például, ami a katához képest jóval nagyobb összeg, nem fogja tudni kifizetni. Ekkora a differencia az általányadó és a kata között? Nem, ez amit mondta, hogy nem igaz, ezt terjesztették, tehát mondták, hogy a nyugdíjas szakik is ellehetetlenülnek. Ahhoz, hogy ezt ellenőrizni tudjuk, ehhez kell egy kalkulátor. Én közé is tettem egy ilyen kalkulátor képét, tulajdonképpen készítettem ilyen kalkulátort, tehát ebbe egyszerűen beütjük, hogy mennyi a bevételünk, és kiszámítja a program. Ami a weblapomon kín van, konkrét számítás, az havi 600 ezer forintra vonatkozik, amivel egyértelműen kiderül, hogy a nem főfoglalkozásúak, tehát akik most kapásból kikerültek a kata alól, illetve a nyugdíjasok, kedvezőbben adóznak mint a kata alatt. Tehát egyszerűen rémhír terjesztés történt, nem igazak azok a hírek. Én nem azon csodálkozom, hogy a könyvelők belementek ilyen teljesen blőd jogértelmezésbe, azon csodálkozom, hogy ez átmegy még az interneten, a gazdasági portálokon is, tehát most is ilyen számításokat láttam, hogy megfeleződik az ECHO. Hát nem igaz, nem szabad ilyen blödségeket közzétenni, tehát picit a szakmaisághoz vissza kellene térni. Én tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy a foci után az adózáshoz értenek a legjobban, tehát ez egy szakma. A budapesti kereskedelmi és iparkamara is közvéleménykutatási kérdést akar csinálni abból, hogy hogyan változzon a kata. Nem kérem szépen, ez egy adózási szakkérdés, és hogy mondja most már határozottan, ne üssék bele az orrukba, mert ne a Lajos bácsi, a köműves, vagy a Marika, a műkörmös mondja meg, hogy milyen legyen a kata adózás, ez bízza a szakemberekre. Ki az, aki rosszul járhat?
tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez függ a bevételtől. Tehát ugye, ha valakinek havi 1 millió forintos bevétele van, és ő főfoglalkozású, akkor több adót fizet. De itt azért meg kell említeni, hogy jelenleg egy katás év, az csak fél év szolgálati időt jelent a nyugdíjnál. Tehát ezt azzal kellene összehasonlítani, mintha a kata havi összegét duplájára emelnénk, tehát hogy egy katás év, egy nyugdíj szolgálati év legyen, tehát lehet, hogy több adót fizet, viszont ezzel gondoskodik a későbbi időskori nyugdíjas éveiről. Tehát ez nagyon nehéz most megítélni, hogy rosszul jár, vagy jobban jár. Az biztos, hogy nem így kellett volna módosítani a kata törvényt, hanem a havi 50 ezer forintos díjat kellett volna fölemelni havi 100 ezerre, vagy 130 ezerre. Nem ezt választotta a kormány, szerintem félelemből, mert ők azt mondják, hogy az adócsökkentés kormánya, ami messze nem igaz, rossz megoldást választottak, de ez a rossz megoldás egy pici pánikot keltett, ezen urrá kell lenni, nagyon könnyen meg lehet barátkozni az általányadózással, lehet, hogy ez segítséget fog nyújtani abba, hogy a vállalkozók megbarátkozzanak a számítógéppel, és számítógépen bonyolítsák le a bevallásokat, az elektronikus szolgáltatásokat igénybe vegyék, tehát a számítógépes kultúra fejlődését is elősegítheti, tehát nem biztos, hogy ennek csak negatív hatásai vannak. Én azt kérném mindenkitől, hogy hiába mondják néhányan azt, hogy mégis finom hangolás, mert számos változás lesz, nem lesz változás, ez így fog hatályba lépni szeptember 1-jével, tehát tessék komolyan foglalkozni az általányadózással, annak az adminisztrációjával, illetve egy kicsit a számítógéppel megbarátkozni. No, picit beszéljünk az ECHO-ról is, mert ezt a szót azért nem mindenki ismeri, aki eddig nem volt érintett. Egyáltalán mit jelent ez, hogy ECHO, ki az, aki ECHO-zhat, és hogyha jól tudom, ez csak kvázi bejelentett munkaviszonynál elképzelhető. Eleve az ECHO adózás az bizonyos tevékenységkörökre szűkül, tehát újságírókra, művészekre, írókra, tehát nem mindenki vehet igénybe, így nem teljesen alternatíva az általányadózásnak. Azt is tudni kell, ez a rövidítés, ez az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, ennek a rövidítése. Ez azt jelenti, hogy ha valakit ECHO-san foglalkoztatnak, itt nagyon fontos, hogy még a egyéni vállalkozói önfoglalkoztató, addig az ECHO-s jogviszony az egy munkaviszony jellegű, egy könnyített munkaviszony jellegű foglalkoztatás. Tehát tulajdonképpen csak zárójelben megjegyzem, ha most valaki a katás tevékenységre áttér ECHO-sra, kvázi beismeri azt, hogy színlelt foglalkoztatással foglalkoztatták katában. Mert? Csak zárójeles megjegyzés volt. Hát ugye azért, mert ugye az a tevékenység, amit eddig egyéni vállalkozóként végzett el, azt most munkaviszonyban látja el. Tehát ez ennek a beismerését is jelenti. Most nem tudni, hogy a kormány itt amnesziában gondolkodott, vagy ki akarja ugratni a nyuszit a bokorból, tehát ezzel vigyázni kell. Na most akkor kicsit a szabályokról. Aki kap mondjuk 1 millió forintot havonta ECHO-s adózóként, ebből ő 200 000 forintot, tehát a minimál bérnek megfelelő összeget, azt normál szabályok szerint adózza le, tehát fizet utána a munkáltató 13% szociális és hozzájárulási adót, ezt egyébként most nem érinti a mostani módosítást, fizeti a 18,5% TB járulékot és 15% személyi jövedelemadót. Az ezt meghaladó részre, tehát a 200 000 forintot meghaladó részre vonatkozik csak az ECHO-s adózás, a ezt meghaladó részre 15%-ot kell fizetni ECHO-s adót, ugye ezt ha összevetjük, ez a 15% SZIA és a 18,5% TB járulék, tehát 33,5% helyett 15%-ot fizet, tehát kevesebb, mint a felét. Tehát a munkaviszonyhoz képest ez egy kedvezőbb adózás, de egy munkaviszony jellegű foglalkoztatás. Annyira, hogy a havi 200 000 forintos normál módon adózó részre igénybe lehet venni a családi kedvezményt, a 25 év alattiak kedvezményét, a 4 gyerekes anyák kedvezményét, és még sorolhatnám, tehát az összes adó kedvezményt igénybe lehet venni. Tehát nem összehasonlítható az egyéni vállalkozó, aki egy önfoglalkoztató, ezzel, aki egy... Bocsánat, hogy megszoktam, miért éri meg a munkáltatónak, hogyha eddig mondjuk katásan foglalkoztatott valakit, akkor vegye föl és ECHO-sként foglalkoztassa, hiszen az neki kvázi többe kerül nagyon röviden. Így van, hát pont erre vonatkozik ez a törvénymódosítás, hogy ha valaki, induljuk előbb példába, eddig 1 millió forintot számlázott ki katásként,
de ő abban a tevékenységi körben van, ami választhatja az ECHO-adózást, ha most ezt az 1 millió forintot ECHO-sként számlázza ki, akkor a munkáltató mentesül a plusz 13% szocho alól, tehát így kicsit ösztönzi a kormány arra a most katásokat hangsúlyozva, akik abban a tevékenységkörbe esnek, hogy térjen át ECHO-adózásra, egyfajta alternatívát akar teremteni, de hangsúlyoznám, hogy ez azért bizonyos változást jelent, mert az önfoglalkoztatásból át kell menni egy munkaviszonyba. Emiatt is van egy jogszabályváltozás benne, hogy eddig aki egyéni vállalkozó volt, az nem létesített ECHO-s munkaviszony. Erre ad felhatalmazást, felmentést a jogszabály, de kifejezetten csak most 2022-re, hogy az egyéni vállalkozása mellett is még ECHO-zhat. De ez is december 31-ével meg fog szűnni. Sok kérésünk maradt, úgyhogy innen folytatjuk. Angya József okleveles adószakértő. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is, viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Hol tankoljak? Merül fel sokunkban a kérdés, hiszen könnyen előfordul, hogy nem találunk üzemanyagot a kutakon, de könnyen előfordul az is, hogy fél órát is sorba kell állnunk, így érdemes előre megtervezni és biztosra menni utazás előtt. Továbbá az is változó, hogy épp milyen gépjárművel mennyi üzemanyaghoz juthatunk. Bújdos Eszterrel, a holtankoljak.hu ügyvezetőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggel! És azt kérem, hogy egy ilyen reggeli helyzetképpel indítsunk, hogyha lehet. Van-e már ma reggelről tapasztalat a holtankoljak.hu-n, hogy mi a mai helyzet tankolásügyben? Tankolásügyben a helyzet változatlan, tehát továbbra is nehézségekbe fogunk belefutni a kígyózott sorokba, vagy esetleg lefogyott kutakba. Amit hallottunk értesülésként, hogy mondjuk Ráckeve környékén lehetett tapasztalni több lefogyó benzinkutat, még itt a tegnap délután folyamán. Itt a kérdés az, hogy a tartálya utó ebbe a régióba, mikor érkezik meg, és mikor lehet újra majd zökkenőmentesebben tankolni, de a helyzet az továbbra is változatlan, és az üzemanyag hiány az nem oldódott meg, még azzal a ténnyel sem, hogy most itt a barátságkőolaj vezetékből újra majd valamikor a napokban jön olaj, hiszen az információk szerint itt rendezésre került az a fizetési kötelezettség a MOL részéről, ami akadályozta, illetve úgymond elzáratta azokat a csapokat. Szerintem nincs olyan hallgató, aki ne szembesült volna vele, hogy vagy mondjuk sorban kell állni hosszasan ahhoz, hogy tankoljon, vagy mondjuk nem tud tankolni egy adott kútnál, és tovább kell hajtania, akár több kút után tud csak teletankkal, vagy mondjuk féltankkal távozni, és egyre több olyat is hallani, hogy mindenki okosban, olyan magyar módra próbálja megoldani, vagy kikerülni azt, hogy esetleg mondjuk hatósági áras legyen. Pont tegnap hallottam egyébként délután egy ilyen ismerősi beszélgetésnél, hogy hát egyes csomagküldő szolgáltatók például úgy próbálják megoldani ezt a helyzetet, hogy ne kelljen árat emelniük, hogy aranyosan megtankolnak a sofőrök a saját kocsiukból, fáradnak, és akkor ott leszívják az üzemanyagot. Na, milyen trükkök vannak, valóban vannak-e ilyenek, ahol tankoljak.hu tud-e ilyenekről? Hogyne, sajnos az, hogy ugyanazt a terméket elég jelentős, akár 200 forintos árkülönbséggel is tankolhatjuk, attól függően, hogy mi van a forgalminkba írva. Ez teljesen normális, és nem csak az elmúlt egy-két hétben jellemző, hanem most már hónapok óta, hiszen ennek a hatóságjának mindig voltak kedvezményezettjei, és hát olyan kötelezettjei, akik már csak piacin tudtak tankolni. A kedvezményezetek körébe a kezdetektől a mezőgazdaság beletartozik, tehát ők ráadásul a gépeikben sokkal nagyobb mennyiséget is tudtak tankolni, hiszen egy traktornak, kombájnak, több száz literes kombájnak akár 800 literes tankja is lehet. Tehát látjuk azt, hogy ők akkor is tankolnak, ha feltétlenül nem muszáj, és aztán, ha van eszköze, tároló kapacitása arra, hogy mondjuk az adott kombányból azt lefejtse azt a gázolajat, akkor nyilván ő betárol, tehát azt tudjuk, hogy mind kannából jelenleg hiányzik van, de ezekből a lefejtő leszívó csövekből is. Nyilván a benzinkutaknak kellene sokkal nagyobb körültekintéssel, illetve a náluk dolgozó személyzetnek odafigyelni ezekre a folyton változó szabályokra, de én is több benzinkuton megfordultam a tegnapi nap folyamán, akár autópálya mellett, vagy a fővárosban, és
Sajnos azt látom, hogy kígyózó sorokban egyszerűen nincs arra se idő, se türelem a tankolók részéről arra, hogy minden adatot körültekintően megnézzenek a kutasok, úgyhogy közben kávét főznek, hotdogot sütnek, és mi egymást, vagy kereket pumpálnak, vagy gázpalackot adnak át, ha abból is még esetleg van a benzinkúton készlet. Tehát ebben mindenképpen benne van az, hogy lehet, hogy egyes alkalmakkor elsiklanak a fölött, hogy mi van beleírva a forgalmiba, vagy meg sem nézik a belsejét, hiszen a forgalmit ebben az esetben már ki kell hajtani, hiszen a rendszám az nem ott a kezdő oldalon látszik, hanem csak a belső felületen, és hát tudjuk, hogy bele van hajtogatva az a forgalmi abba a műanyag kis tasakba. Egyszerűen erre nincs idő és nincs kapacitás, vagy akár azt megnézni egy kígyózó sorokban álló autó esetében, hogy annak milyen a rendszáma, akár magyar vagy külföldi, vagy annak a forgalmiát hozták-e be, amelyik tényleg tankol. Úgyhogy tényleg az a tapasztalat a benzinkutak részéről is, hogy csökkent szinte, mondhatni, a piaci áron tankolt üzemanyag mennyisége az előző hónaphoz képest, mert azok a cégek vagy egyéni vállalkozók, akiknek a cégre van írva az autójuk, azok inkább most nem kérnek számlát, hanem nyugtára tankolnak valamilyen úton, módon a 480 forintos áron. Hogyan tudnak kvázi túlélni mondjuk a benzinkutak? Egyáltalán ők maguk hozhatnak-e korlátozásokat? A korlátozásokkal kapcsolatban nincsen arra jogszabály vagy leírás, hogy ezt ne tehetnék. A benzinkút arra van kötelezve, hogy értékesítsen üzemanyagot és legalább annyit, hogy a fogyasztóvédelmi szempontoknak megfelelően, hogy a vásárló eljusson a következő legközelebbi benzinkútig. Na most sajnos erre is sokszor már nincs lehetősége egy benzinkútnak abban az esetben, hogyha az ő részére is korlátozottan kerül értékesítésre a nagykereskedő részéről az üzemanyag, és ez most jelenleg látszik, hogy az igényeknek nagyjából a felét kapja meg több száz benzinkút a nagykereskedőtől, és ez a fele mennyiség mondjuk most egy ilyen pánikvásárlásos időszakban elképzelhető, hogy augusztus közepéig sem fog kitartani, tehát nagyon nagy kérdőjelek vannak a fejekben itt a szakmán belül is, hogy az augusztus második felét hogyan és miként fogják egyáltalán lebonyolítani, mert jelenleg azt látják a számok és a kapott üzemanyag mennyiség alapján, és a forgalom alapján, hogy nem lesz mit eladni az augusztus második felében. Nagyon röviden végszóra, hol és hogyan tankoljunk? Úgyhogy ne az utolsó pillanatra hagyjuk a tankolást, próbáljunk meg akár minden útba eső benzinkútra behajtani és megpróbálni tankolni, hiszen tele sem tudunk sok helyen, hanem csak korlátozva a mennyiséget. Vagy esetleg legyen nálunk anna, hogyha nagyon nagy bajba kerülünk, akkor abban legyen néhány liter üzemanyag, de tényleg ne hagyjuk az utolsó pillanatra és tankoljunk, ahol látunk utat. Bújdos Eszter, aholtankoljak.hu ügyvezetője. Nagyon szépen köszönöm. Viszont friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vogyerák Anikó. Aggasztó hírek látnak napvilágot a zaporizsiai atomerőműről. Közleményt adott ki a zaporizsiai atomerőművet ért pénteki tüzérségi támadással kapcsolatban a Nemzetközi Atomenergetikai Ügynökség főigazgatója is. Megsérült az atomerőmű külső villamos energia ellátása a támadásban, de két távvezeték még működőképes. Az atomerőmű három működő blokkjainak egyikén a támadás a biztonsági rendszer működését váltotta ki, így azt lekapcsolták az országos hálózatról. A létesítménynél állomásozó orosz csapatok parancsnoka, Valerij Vasziljev vezérőrnagy az Energoatom ukrán állami atomerőmű ügynökség által hétfőn közzétett Telegram üzenet szerint azt mondta, Oroszország aláaknázta a zaporizsiai atomerőművet, vagy orosz föld lesz, vagy felperzselt sivatag. Vannak, akikben felmerül, lehet második Csernobil a bombázott ukrán atomerőműből? A Szódi Attilával, energetikai mérnökkel elemezzük a történteket. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, jó reggelt! Segítsen nekünk egy picit helyre tenni ezt az erőmű dolgot. Egyrészt sokan ugye Európa legnagyobb atomerőműveként nevezik ezt az erőművet. Így van-e ez? Mekkora a jelentősége? Igen, olyan értelemben a Európa legnagyobb atomerőműve, hogy itt van a legnagyobb beépített kapacitás. Itt ugye 6 darab VVR-1000-es típusú vízütésű, vízmarású, orosz építésű reaktor található, és az összességében majdnem 6000 megawattnyi termelőkapacitást képvisel,
ilyen értelemben Európában ez a legnagyobb beépített teljesítményű atomerőmű. Jelentősége elsősorban Ukrajnának nagy, vagy Ukrajna számára nagy. Ugye jelenleg Ukrajnában 4 atomerőmű telephely van, összesen 15 blokkal, és ebből a 15 blokkból 6 ezen a telephelyen található. Márciusban a háború kitörése után egyébként szinte rögtön már voltak hírek ezzel az erőművel kapcsolatban. Ha jól emlékszem, még arról számoltunk be, hogy civilek védték, a helyi lakosok, és aztán végül ugye az oroszoknak sikerült elfoglalni. Azóta mi történt? Miért most van komoly aggodalom körülötte? Igen, jól mondja, ugye az erőmű körül, vagy az erőmű mellett van egy Energodár nevezetű település, ahol az üzemeltetők zöme lakik, és napokon keresztül tulajdonképpen a saját élőláncukkal, saját testükkel védték a lakosok, az erőmű dolgozói magát a létesítményt, illetve a város, de aztán utána az orosz katonák mégiscsak bementek oda, és hát ennél sokkal több minden is történt, tehát nem csak a városban vannak ott a katonák, hanem a jelentések szerint nagyjából 500 orosz katona található az erőműben, és tulajdonképpen az oroszok maguk alárendelték a létesítményt, tehát úgy értjük a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez küldött ukrán üzeneteken keresztül, hogy az oroszok gyakorlatilag beszámoltatják az üzemet vívő ukrán személyzetet. Van egy orosz szakmai vezetés az erőműben, és az ő engedélyükkel tudják a nagyobb dolgokat az ukránok végrehajtani. Ez egy nagyon-nagyon speciális, nagyon furcsa helyzet. Nem is tudom, hogy a világtörténelemben történt-e már ilyesmi, mert ez egy ilyen megosztott kettős vezetést és megosztott felelősséget eredményez, ami egyébként nagyon súlyosan sérti azokat az alapelveket, amit úgy általában a nukleáris szakmában mondunk. Tehát összefoglalva, orosz katonák és rosszatomos szakemberek vannak magában a létesítményben. Ez azért jelent szerintem többletkockázatot, mert az üzemeltetőknek a figyelmét megosztja, a felelősségi rendszert, ahogy az előbb mondtam, ilyen zavarossá, megosztottá teszi, és egy ilyen helyzetben, hogyha egy műszaki üzemzavar történik akár a harci cselekmények miatt, akár teljesen véletlenül, akkor annak a kezelése az sokkal komplikáltabbá válhat, mint normál esetben. No, azért kell aggódnunk, mert az oroszok ott vannak, és nem biztos, hogy tudják, hogy mit hogyan kell csinálni, vagy milyen gombot kell, vagy nem kell megnyomni, vagy azért kell aggódnunk, mert egyébként hát az ukránok esetleg támadást indítanak egy ilyen terület fele, vagy azért nem saját maguk ellenségük. Szóval mi a legfőbb gond, ami miatt mondjuk ön szakember aggódna? Most nézze, az oroszok nyilván ismerik ezt a létesítményt, hiszen ez egy orosz tervezésű, orosz építésű atomerőmű. Oroszországban is működnek ilyen típusú reaktorok. Most persze nyilván itt vannak ukrán specialitások, vannak olyan dolgok, amelyeket az ukránok fejlesztettek ki az elmúlt években, és eltérhetnek az orosz eredeti eljárásrendektől, szabályoktól. De én azt gondolnám, hogy az orosz szakemberek önmagukban értik, hogy műszakilag mi történik ebben a létesítményben. A problémát én nukleáris biztonsági szempontból egyrésztről abban látom, hogy az előbb említett megosztott felelősségi rendszerben és az üzemeltetőknek a zavart állapotában, hiszen hónapok óta háború dúl ott a környéken, a családjuk vélhetően veszélyben van, vagy lehet, hogy a családjuk már réges-régen elmenekült a környékről, és nem tudják, hogy mi van velük. Tehát ez egy emberi többletkockázatot okoz. Illetve hát az a másik fő félelmem, és talán ez még nagyobb is, hogy úgy értjük a híradásokból, hogy nagy mennyiségű hadianyagot halmoztak fel az erőmű területén. Robbanóanyagot, lőszereket vittek be az oroszok az erőműbe. Tüzérségi egységeket telepítettek az erőműbe, hogyha jól lehet érteni ezt a híradásokból. És ez olyan többletkockázat, amire nincsenek mértezve ezek az erőművek. Tehát egy atomerőmű nem arra való, hogy ott tüzérségi egységek legyenek. Ugye ha jól értjük, megint, azért mondom ilyen sokszor, hogy ha jól értjük, mert ugye nincsenek hiteles információk, tehát hogy igazániból hírügynökségi
jelentésekből, meg az Energoatomnak a Telegram csatornájáról tudunk egy csomó mindent, nem biztos, hogy a valóságban ez így is van, de ahogy ez megjelenik a nemzetközi sajtóban, az alapján úgy lehet érteni, hogy több alkalommal az orosz tüzérségi egységek kilőttek az erőmű területéről, abban bízva, hogy az ukránok nem fognak visszalőni, mert hogy tudják, hogy ha esetleg eltalálják a létesítménynek valamelyik kritikus elemét, akkor abból probléma lehet. Tehát nyilván visszaélnek a felek ennek a létesítménynek az érzékeny helyzetével. Ugyanakkor vélhetően azért az orosz oldalon van egy stratégiai cél, vélhetően ezt a létesítményt tényleg el akarják tartósan foglalni, vagy lehet, hogy el akarják csatolni Ukrajnától, ami ellen nyilvánvalóan az ukrán kormány fel fog lépni, és ez okozhat egy olyan eszkalációt a katonai konfliktusban, ami aztán utána műszaki problémát okozhat. Az fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy Csernobili típusú reaktor, olyan típusú robbanás, olyan típusú baleset, mint ami 86-ban Csernobilban történt, nem tud benne lenni. Ennek következtében olyan nagy radioaktív kibocsátás, mint Csernobilban 86-ban volt, nem tud történni, de akár egy célzott tüzérségi támadással, akár az előbb elmondott problémáknak a halmozódásával létre tudnak hozni olyan helyzetet, ami komoly üzemzavarhoz vezethet, és akár nagy kibocsátás is lehet ennek az eredménye. Úgyhogy összességében én mind biztonsági, mind műszaki szempontból nagyon aggasztónak tartom a helyzetet, és nagyon fontos lenne, hogy a rendezés irányába kezdjen ez a dolog haladni, mert az elmúlt hónapokban csak rosszabbra és rosszabbra fordult a helyzet. Kimondom azért így végszóra, vagy megkérdezem, amit sokakat foglalkoztat, hogy ne történjen így, de ha és amennyiben ott probléma van, esetleg felrobban, akkor nekünk itt Magyarországon van mitől tartanunk? Röviden nincsen. Olyan baleset, olyan kibocsátással járó baleset, ami Magyarországon mérhetővé válik, ilyen tud történni. Olyan, hogy a lakosság védelme érdekében intézkedéseket kelljen hozni Magyarországon, ilyen nem valószínű, nem tud történni, de a dolog mindenképpen figyelemre ad okot, és aggodalomra ad okot. Olyan baleset tud lenni, ami ott mondjuk a 30 kilométeres körzetben komoly gondot okoz, és akár az ott lévőknek, akár a katonáknak, akár a lakosságnak a kitelepítését igényelheti. Olyan, hogy Magyarországig ez olyan hatással járjon, hogy Magyarországon kelljen intézkedéseket hozni, ilyen nem. Nem fordulhat elő, ez mondjuk fontos, hogy így megerősítjük. Igen. Végszóra még szintén fontos kérdés, hogy hogyan látja egyébként, hogyha ennek az irányítását átveszik az oroszok, akkor az mekkora ellátásbeli problémát jelent Ukrajnának, és egyáltalán mit jelent a háború szempontjából? A háború szempontjából biztos, hogy egy stratégiai jelentőségű lépés lenne. Ugye én azt gondolom, hogy ez úgy lehetne lehetséges, hogyha az egész Zaporozse megyét elcsatolnák. Nyilván akkor ez egy plusz terület lenne ahhoz a hosszú nagy területhez, ami ugye a Krím félsziget, az Azovi-tengernek a partja, és a Donbass térsége, ahol nagyon régóta hosszú és súlyos harcok zajlanak. Szóval, hogy ennek a területek az odacsatolása nyilván érzékeny veszteség lenne az ukránoknak. Óriási érték ez az erőmű, hát 6000 megawattnyi termelőkapacitás, tehát nem csak a terület, hanem maga a létesítmény is egy óriási érték. De ugyanakkor meg a történelemben megint azt mondom, hogy példa nélküli, tehát hogy elrabolni gyakorlatilag egy országtól egy atomerőművet, ilyen még nem volt, és hát rengeteg nemzetközi jogi és egyéb komplikációt okozna. No, ez ilyen létezik még, nagyon lejárt az időnk, csak nagyon fontos, meg érdekel, amit mond, hogy tudom, hogy egy háborúban az a szabály, hogy nincs szabály, de már amikor ezt elfoglalták az oroszok, akkor nagyon csúnyán nézett az egész világ, de egyébként ilyenkor van bármi lehetőség, vagy csak ilyen feltett kézzel nézzük, hogy mi történik odaát, vagy létezik valamilyen nemzetközi jog, amivel nem tudom, bárki oda mehet, hogy srácok, ezt ne. Tehát, hogy erre hivatkozva katonai erővel oda menjenek, szerintem ilyen nincsen.
egy nagyon furcsa ilyen jogon kívüli állapot van már most is, és ennek az erőműnek az elcsatolása, oroszok általi bekebelezése, az végképp egy ilyen helyzetet eredményezne. Én azt gondolom, hogy Oroszország rettentően kényelmetlen helyzetben van már most is így a nukleáris szakmában, és egy ilyen lépéssel ez még csak súlyosabbá válna a nemzetközi nukleáris szakmában. Biztos, hogy elképesztő aggodalommal és bizalmatlansággal fogadnák ezt, mert hogy nincsen erre példa, és ez bizony a nemzetközi nukleáris együttműködéseket adott esetben hosszú távon is korlátozhatná. Úgyhogy ez egy rettentően érzékeny terület, és szerintem a jogászoknak is sok évnyi munkát ad már most az, ami most van, és hogyha ez bekövetkezne, akkor végképp nagyon komplikált lenne a helyzet. A Szódi Attila, a Paksi Atomerőmű bővítésének volt kormánybiztosa, a BME természettudományi kardékánya. Nagyon szépen köszönöm, hogy értetően elmagyarázta a helyzetet. Szép napot! Köszönöm, szép napot! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Biztosítsa a mentők és a tűzoltók működéséhez szükséges forrásokat a kormány, ne rajtuk kezdjék a spórolást, sürgette online sajtótájékoztatóján Komjáti Imre, az MSZP elnök helyettese, a párt országgyűlési képviselője. A politikus szerint a takarékoskodást a kormánynak önmagán kellene kezdeni. Szerinte nem kell milliós fizetés az államtitkároknak, ahogy nem szükséges sem túlfűteni, sem túlhűteni a karmelita kolostort. Komjáti Imrét kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is! Ma már az adásban mi beszéltünk tankolásról, gondokról, illetve mondjuk kiskapukról, mert hogy úgy tűnik, hogy nagyon sok a visszaélés egyébként a kutaknál, mindenki próbálja okosban megoldani azt, hogy benzinhez, illetve olcsósított vagy árstoppos benzinhez jusson. Mi a helyzet a mentősökkel, tűzoltósokkal? Nekik hogyan jut benzin, hogy látja? A MOL-nál van szerződése a tűzoltóknak és a mentőknek is, ezért ők is csak MOL-kutakon tudnak tankolni. Volt egy olyan háttérinformációnk még a múlt héten, hogy abban a pillanatban, amikor egy bizonyos mennyiség alá csökken egy kút tartály szintje, akkor a lakossági szolgáltatást azt azonnal meg kell szüntetni azért, hogy maradjon tartalék a tűzoltóknak és a mentőknek. Ez önmagában egyébként egy támogatható megoldás, mert tényleg számukra mindenképpen biztosítani kell azt, hogy tudjanak tankolni. Inkább ami aggasztó az, hogy egyre több olyan kútról tudunk, ahol elfogy az üzemanyag, és nem biztos, hogy pontosan ki tudják számolni egyébként, hogy most éppen arra jár egy tűzoltó vagy egy mentőautó. Csak egy példát mondjak, ugye Szolnokon bezárt az ottani megyei kórház több osztálya, ezért van az, hogy több száz kilométerre is kell esetleg beteget vinni, vagy szülni készülő anyukát, mert mondjuk a kórházban csak hétfőn és szerdán lehet szülni emberhiány miatt. Ezért aggódnak a mentősök is, hogy biztos legyen az, hogy ők megkapják az üzemanyagot. Én gondolom, hogy ez mindent meg fog tenni a kormány azért, hogy ez így is legyen. Inkább ami felháborított minket, hogy felszólították a tűzoltókat, hogy spóroljanak, és a heti egyszeri gyakorlatozás helyett havonta egyszer gyakorlatozzanak. Én ugye 33 évig vegyiparban dolgoztam egy cégnél, de ebből 20 évet önkéntes tűzoltóként is tevékenykedtem a gyárban. Tudom, hogy milyen fontos a gyakorlatozás, az, hogy az kell. Illetve a vezetési gyakorlat a tűzoltó és mentőautó vezetőknek, mert egy profi versenyzőnek is kell gyakorolni. Tehát ez nem lehet megoldás, hogy akkor azzal spórolunk, hogy ők kevesebbet gyakorlatozzanak, illetve a tűzoltó és mentő létesítmények fűtését szabályozzák. Vagy ha ez így van, akkor szabályozzák a kormányhivataloknak az épületeinek a fűtését és hűtését, jelesül például a karmelita kolostorban, ha nem telik a tűzoltók és mentősök megfelelő ellátásához, forráshoz, juttatásához, akkor ne teljen a karmelita kolostor hűtésére és fűtésére. Valóban nem telik ön szerint? Mármint, hogy tudom, hogy most átcsoportosításokról beszélünk, de arról, hogy egyébként előfordulhat az, hogy ellátási gondok lesznek?
Nem, én nem gondolom azt, hogy előfordulhat, de az, hogy egyébként arra szólítják fel a tűzoltókat, mentőket, hogy spóroljanak, de közben elmondják, hogy ez egyébként nem spórolás és nem megszorítás, hanem észszerűsítése a működésnek. Erre mondta azt egy tűzoltó szakszereti vezető, hogy miért akkor ezek szerint eddig észszerűtlenül működtünk. Tehát felháborodhat a kormány, meg fenyegethet egy országgyűlési képviselőt börtönnel azért, mert kimondja az igazságot, de az, hogyha a spórolásra szólítják fel őket, az egész pontosan azt jelenti, magyar ember szerintem tudja, hogy ez mit jelent, az, hogy kevesebb a pénz, ezért onnan át kell csoportosítani. Nem gondolom, hogy onnan kellene egyébként átcsoportosítani. Most emelték az államtitkárok fizetését, a miniszterelnök fizetését, újabb és újabb miniszteri biztosokat neveznek ki, lassan már a csokorba kötött répának is lesz külön miniszteri biztosa. Komolyan ezt kell csinálni egy válság kellős közepén. Komját Imre, az MSZP országgyűlési képviselője. Köszönöm, szép napot! Én is köszönöm szépen, meghallgattak. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Hozzák nyilvánosságra 10 hektárnál nagyobb védett erdőbirtokra kivágási engedélyt kapók és az állami erdő kitermelésére szerződők az erdőirtás vámszedőinek névsorát, akik évtizedes kárt okoznak a hazai faállományban, követeli a DK. Miért tartják aggályosnak a fakivágásokat, továbbá miben befolyásolná a jelenlegi helyzetet, ha kiderül, kik a kitermelő cégek? Arató Gergelyt, a DK frakció vezető helyettesét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És hát valóban egyre többet beszélünk mondjuk tűzifa hiányról, vagy emelkedett árakról, vagy arról, hogy mondjuk a friss kivágott fának teljesen más a fűtőértéke, azért, mert a rezsicsökkentés csökkentése következtében sokan gondolkodnak rajta, hogy áttérjenek arra, hogy fatüzeléssel oldják meg azt, hogy ne kelljen sokkal többet fizetniük. Mekkora a probléma? Beszélni nyíltan, hogy egy brutális rezsi emelésről van szó. De az a helyzet, hogy valóban van probléma, leginkább azért, mert a kormány abszolút felkészületlenül került ebbe a helyzetbe, egy olyan energia válsághelyzetbe, ami egyébként szemben a valamit erről mondanak, nem kizárólag a háború következménye, jól látható volt már előre, hogy ez el fog következni. Először is Magyarország az elmúlt 10 évben semmit nem tett azért, hogy érdemben áttérjen a megújuló energiára, és leszakadjon az orosz gáz függéstől, épp ellenkezőleg. Még tavaly nyáron is avval dicsekedett Szijjártó Péter, hogy milyen olcsón kapjuk meg az orosz gázt, és milyen jól járunk vele. Hát ehhez képest most úgy tűnik, hogy talán mégsem így van. De az a válasz, amit a kormány erre ad, az egy alapvetően elhibázott válasz. Egy olyan válság ellen, amelyiknek az egyik legfontosabb oka az a környezet tönkretétele, úgy védekezni, hogy még inkább tönkretesszük a környezetet, az olyan, mint hogyha benzinnel akarnánk tüzet oltani. Ráadásul valóban az a helyzet, hogy a most kivágott tűzifa az nem lesz alkalmas arra, hogy azt idén eltüzeljék, hogyha nedves tűzifával tüzelnek, az nem csak pazarlás, hanem rendkívül környezetszennyező is, mert ennek a fának egy jelentős része nem ég el. Szóval ez egy mélységesen elhibázott intézkedés, itt sok tízéves erdőket fognak kivágni, azért, hogy valaki ebből pénzt keressen, és egy dolgot megtanultunk a Fidesznél, például a lélegeztetőgép bizniszből, hogy ingyen nem ennyire hülyék. Magyarán szólva az a feltevésünk, az a gyanunk, hogy itt megvannak azok az üzleti körök, akik érdekeltek az erdőirtásban, és ebből akarnak jó pénzt csinálni maguknak. Ez nem nyilvános adat? Ez egy titkos adat? Vagy tehát ezt sem értjük annyira civilként, hogy miért nem lehet ezt tudni? Ugye azt, hogy kik fognak engedélyt kapni, ezt nem tudjuk, hogy nyilvános lesz-e. Mi azt gyanítjuk, hogy nem, mert nem szokták az ilyesmit nyilvánosságra, és ami még izgalmasabb, és ez lesz a nagyobb volumen, hogy az állami erdőgazdaságokban szabadították föl most az erdőirtást. Az állami erdőgazdaságok a legértékesebb, környezeti szempontból legfontosabb védett erdőket kezelik, és ott azok fognak nagyon sok pénzt keresni, a feltevésünk szerint, akik majd továbbadják ezt a fát. Nem a tűzépes az utca végén, hanem azok a nagy kereskedők, akik megszervezik az erdőirtást, és akik utána értékesítik, tovább értékesítik ezt a, még egyszer mondom, tűzifának egyébként majd csak évek múlva alkalmas faanyagot.
szerintünk az nagyon fontos, hogy, ezek, hogy ne bújhassanak üzleti titok vagy másfajta titok mögé ezek a szereplők, hanem igenis legyen nyilvános az, hogy kik vesznek részt a környezet tönkretételében, és aztán ennek majd később, hogyha erre mód van, akkor kell következményének is meg lenni. Lehet akadályozni ezt bárhogy? Én azt gondolom, hogy legalábbis a nyilvánosságnak van visszatartó ereje. Tehát föl kell hívni a figyelmet, és azt kell mondani, hogy odafigyelünk arra, hogy kik azok, akik ebből sokat keresnek, és hát hogy mondjam, most szólunk, hogy egyébként meg fogjuk nézni, és aki tisztességtelen módon, környezetpusztító módon gazdagodik, az nem fogja ezt a vagyonát a végtelenségig élvezni. Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettes. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre. Én is köszönöm, visszatállásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vogyerák Anikó. 8 óra 6 perc van egészen pontosan. Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak, és azoknak is, akik már egy órája velünk tartanak. Lássuk, hogy ebben az órában mi mindenről beszélgetünk még. Ha valaki követett minket, akkor a benzin árakat, illetve hogy ki hogyan próbálja kikerülni azt, hogy ne kelljen mondjuk emeltáron tankolnia. Erről elég sokat tárgyaltunk az előző órában. Nos, hát ahhoz is szinte hozzászokunk, hogyha bemegyünk vásárolni valahova, akkor 10 000 forintért alig kapunk valamit. Bizony, sokan szembesülünk ezzel. Júliusban a fogyasztói árak egyébként átlagosan 13,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Mindjárt kibeszéljük majd Velhárt Attilával, a Portfolio.hu elemzőjével, hogy mire számíthatunk és mit mutatnak a folyamatok. Aztán szó lesz majd arról is, hogy egyre nagyobb gond az asszály. 1901 óta a legszárazabb 7 hónapon van túl Magyarország. Az átlagos csapadék mennyiség csak nem fele hiányzik. A Greenpeace szakértőjét is fogom majd kérdezni. És hogyha már asszály és gond, ez nyilván kihat a mezőgazdaságra is, most az almatermesztők aggódnak. A korábbi 5-600 000 tonna átlagtermés helyett Magyarországon idén csak nem fele, mondjuk 350 000 tonnára számítanak. A Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét fogom kérdezni. És a lakhatási támogatási rendszer bevezetését kezdeményezi a Jobbik. Elmondják majd azt, hogy pontosan mire gondolnak, hogyan lehet ez megoldás, és nyilván kérdezem majd őket arról is, hogyha tudom, hogy mi volt ez a tegnapi, hát ha fogalmazhatunk így, csörte, ami Potocskáné körül zajlott. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 13,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Mit jelent mindez a hétköznapokban? Mely termékek esetében a legmagasabb az emelkedés? Weinhardt Attilával, a Portfolio.hu elemzőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, köszöntelek! Jó reggelt kívánok, köszöntelek és a hallgatókat is. Szerintem mindannyian szembesültünk azzal az utóbbi hetekben, vagy akár most már lassan hónapokban is, hogy bemegyünk vásárolni, és gyakorlatilag nem vettem semmit, de 10-15-20 000 forintot ott hagytam. Nekem legutóbb mondjuk tegnap mondta ezt anyukám, de én magam is ugyanezzel szembesülök. Mi történik, mely élelmiszerek, vagy mi az, amire igazán hatással van ez a 13,7%, és aztán még kitárgyaljuk, hogy egyáltalán ez sok vagy normális? Nagyon széles köre a termékeknek, illetve szolgáltatásoknak jelentős mértékben drágul, tehát gyakorlatilag egy általános széleskörű árnyomás látszik a gazdaságban, sőt, igazából ami a gond az, hogy ez inkább gyorsul, sőt, ez a következő hónapokban sajnos csak tovább fog gyorsulni. Nem csak én mondom, hanem számos elemző, illetve a jegybank alelnöke egy tegnap esti rádióinterjúban szintén erre figyelmeztetett, hogy bár ez a 13,7% is ugye 24 éves csúcs, de hogy sajnos arra kell készülni itt a következő hónapokban, hogy ez a 20% közelébe fog emelkedni. Tehát gyakorlatilag még úgymond ennek a hegymenetnek csak az elején vagyunk sajnos, és a következő hónapok ebben még csak további romlást fognak okozni. Ugye a KSH-nak a hét elejé adatára visszatérve, itt ugye a különböző termékcsoportokat nézve,
szembeötlő az, hogy az élelmiszeráraknál 27%-os volt az éves alapú drágalás, és itt például a kenyér, a margarin 60-70%-os éves alapú emelkedését mérte a KSH, és hát ugye itt köszön vissza az, amit említettél is, hogyha bemegyünk a boltba, egyszerűen elképesztő árakat látunk, és amit a korábbi emlékeinkben rögzítettünk, hogy mely termék körülbelül mibe kerülhet, ahhoz képest sokkal-sokkal magasabb árakat látunk jelenleg. Nagyon sok oka van annak, hogy nem csak az élelmiszerek, hanem egyéb termékcsoportokban is miért van ez a jelentős drágulás. Az egyik tényező az ugye a kereslet, a gazdaságba bepumpált pénzmennyiséggel függ össze. Itt ugye az elmúlt hónapok során a költségvetésben azért jelentős mértékű kifizetések történtek. Ezek a pénzek ugye még ott vannak az embereknél, bár ugye fogyóban vannak. Másrészt ugye már egy aszályos helyzet, ami itt az előbbi bejátszásban is volt, ez mindenképpen belejátszik az áraknak a magas szintjébe és az emelkedésébe. Ugye a háborúról sem szabad elfeledkeznünk, az ellátási láncoknak a szakadozásáról, amelyek mind-mind hajtják felfelé az inflációt, illetve hát a nagyon magas nyersanyagárakról, olajárakról, ugye azok mind a szállításban beépülhetnek az árakban, és ezek mind visszaköszönnek abban, hogyha leemelünk egy terméket a polcról, az miért kerül ennyibe. A gyenge forintról sem szabad elfeledkeznünk, hiszen ugye 400 körül euró árfolyam stabilizálódott most itt az elmúlt hetek során, ez ugye szintén éves alapon egy jelentős forint gyengülést jelent. Tehát összességében számos olyan tényező van, amely ezt már mind indokolja, illetve hát megmagyarázza. És ahogy említettem, a kilátások egyáltalán nem kedvezőek. Igen, és szerintem nem kell gazdasági szakértőnek lenni ahhoz, hogyha valaki csak pusztán abba gondol bele, hogy mondjuk ugye most az ársapkát megszüntették mondjuk a céges autóknál, hogy ez vonatkozhat ugyanúgy a zöldségesre, vagy a pékre, vagy bárkire, akinek céges autója van, amit nyilván utána ő be fog építeni az árakba. Szóval azt gondolom, hogy ennek például a hatása majd csak most fog igazán látszódni. Most egy 13,7%-os emelkedésről beszélünk csak a július tekintetében. Ti szakértők, hogyan látjátok az ősz, hogy fog kinézni? Valószínűleg a 16-18%-os sávig legalább emelkedni fog az infláció éves alapon, hiszen amit említettél is, ugye a céges autók körében július legvégétől lépett hatályba az, hogy piaci áron kell, hogy tankoljanak. Az információink szerint ez az utakon futó gépjárműveknek nagyjából az 1/5-ét, a 20%-át érinti, és most jelenleg a teljes gépjármű állománynak nagyjából a fele köteles már piaci áron tankolni, a másik fele az még ugye a 480 forintos hatósági áron tankol. Itt ugye az utóbbival kapcsolatban a kormánynak a legutóbbi jelzése az volt, hogy október 1-ig mindenképpen szeretnék megtartani a 480-as korlátot. Ugye nyilván majd az augusztusi-szeptemberi üzemanyagellátási helyzet alakulása azért ebbe belejátszik. Most szerencsére a barátságkőolaj vezetéken úgy tűnik, hogy újraindul a szállítás a mai naptól Magyarország irányába, tehát ez nem rontja legalább tovább a helyzetet, de összességében azért láthatjuk a kutakon is, hogy feszült a helyzet logisztikai okok miatt. Tehát, hogyha ez valóban bekövetkezne, hogy például október 1-től valamilyen ütemben, mértékben ezt a 480-as korlátot megemeli a kormány, akkor természetesen további nagy lökést okozna az inflációban. Ha éppen akár egy lépésben történne ennek az eltörlése és a piaci árra való áttérés, az akár 2-3% ponttal is emelhetné az éves alapú inflációt az őszi hónapok során. De hát ugye ne feledkezzünk el, még azt megelőzően most augusztus 1-től bekövetkezett ugye a rendszernek a változtatása, és itt ezt is az adatok szerint egy 3% pont körüli inflációt okozhat, különböző számítások szerint pluszban, tehát majd a következő hónapok számláiban szembesülünk igazából a pontos adatokkal, és a KSH is most egy válaszra azt közölte, hogy igazából majd amikor közzéteszi az adatokat, akkor fogja azt a pontos számot is megmondani, hogy ez mit jelent. Tehát ha ezeket a tételeket már összeadjuk, rögtön látjuk, hogy egy 14% körüli inflációhoz képest bizony benne van a pakliban a 20%, nehogy Isten az a feletti rész is,
És hát ugye az élelmiszer árstopokról még nem is beszéltünk. Itt ugye azért azt szintén látjuk, hogy lassan egy éve léteznek nominálisan fixen ezek az árak a 6-7 terméknél, miközben az élet ugye azért most már egészen más árakat indokolna. Viszont ezeket a veszteségeket a boltok beépítik az összes egyéb terméknek az árába, és bizony ezért szembesülünk egyébként egy ilyen nagyon erős élelmiszerinflációval. Igen, elkeserítő beszélgetés volt, és neved magadra ezt, de hogyha összegeznem kell, akkor körülbelül úgy tudnám ezt összefoglalni, hogy már most is minden nagyon drága, de sokkal-sokkal drágább lesz minden. Jól látom? Sajnos igen, és ezt nem csak én mondom, hanem ugye, ahogy említettem, egy bank alelnöke ugyanezt vetítette előre, hogy bizony sajnos itt a következő hónapokban még a hegymenetnek csak a következő szakaszába fogunk lépni. Weinhardt Attila, Portfolio.hu szakértője, elemzője, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen is a lehetőséget. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Lakhatás támogatási rendszer bevezetését kezdeményezi a Jobbik, jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján Zé Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke. Az országgyűlési képviselő szerint az intézkedés fedezete az a sok-sok 100 milliárdnyi bevétel lehetne, ami a korábban tervezetten felüláramlott az államkasszába az áfából. Hozzátette, ennek az összegnek kevesebb, mint 1/5 elégséges volna a költségekre. A részletekről Zé Kárpát Dániellel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Szép reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is. És bizony mindig aktuális ez a probléma, de most talán még inkább, hiszen mondjuk a rezsicsökkentés csökkentése kapcsán nagyon sokan, akik mondjuk eleve iszonyatosan drágán laknak albérletben, még többet kellene fizetniük. Szóval mit jelent az ön javaslatuk? Nyilvánvaló, hogy eddig is a lakhatási válság dúlt, és széles köröket hozott zavarba az, hogy az albérletárak mondjuk 2-3-szorosára nőttek 10 év alatt, vagy éppen az, hogy Budapesten 1 millió forint alatti négyzetméter árat már irodalmi ritkaság találni, de most a rezsiszámlák piacosítása kapcsán és a rezsicsökkentés eltörlése mentén egy sokkal szélesebb kör kerülhet bajba, és hát vannak itt irritáló tényezők, amikkel szintén van javaslatunk, például a rezsiszámlákon továbbra sem értjük, miért van áfa, amikor elképesztő áfa bevételt realizál a kormány, 100 és 1000 milliárdokkal többet, mint tervezte a korábbi időszakokban, de azt látjuk, hogy mindenkinek, aki 100 000 forint fölötti albérleti díjat fizet, kényszerül fizetni, abszolút indokolt lenne egy 25 000-50 000 forintos lakhatási támogatás kiutalása. Itt a kiutalást már ne úgy képzeljük el, hogy a pénzes postás ezt meghozza, hanem egy online rendszeren keresztül ott lehet regisztrálni és ügyintézni. Jellemzően adójóváírás formájában lehetne ezt a kedvezményt biztosítani. Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy a válság időszak talán most már közepén óriási segítséget jelentene ez a családoknak. Miből? Teljesen egyértelmű ez is. Már többet szedett vissza ebben az évben áfa formájában a kormány, mint amennyit a személyi jövedelemadó elengedéssel kiosztott a választás előtt. Tehát nagyjából 800 milliárddal többet húzott be az év első felében ebből a forrásból, mint amennyire számított. Azt látjuk, hogy a pörgő infláció, az elszabaduló élelmiszerárak mind-mind magasabb számlákat idéznek elő, amikor a boltban fizetünk, márpedig ezen magasabb számláknak magasabb az áfatartamuk, ergo a kormánynál több pénz landol. Na ez egy valódi extra profit, tehát ha van irritáló extra profit, akkor éppen ez az, hogy egy válságon, ha úgy tetszik, nyerészkedik a kormányzat. Az én javaslatom az, hogy ne tegye ezt, és hát egyértelműen, ha bejön ez a pénz, már pedig bejött a kasszám, akkor fel lehet használni értelmesebb célokra is. Ezzel kapcsolatban említettem meg, hogy csak a váratlanul és pluszban az emberek nyomorán bejött plusz adóbevétel 1/5 elegendő lenne ahhoz, hogy komoly lakhatási kérdéseket rendbe rakjunk, nem is beszélve mondjuk egy országos bérlakás program elindításáról. Ön a sajtótájékoztatón aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy nagyon sokan majd esetleg kivándorolnak. Ez egy reális veszély egy ilyen gazdasági válság közepén?
Ez egy nagyon-nagyon szubjektív kérdés. Sokszor halljuk azt elveszített választás után, egy gazdaságilag kicsit ingatagabb helyzetben, hogy eddig próbálkoztam talpon maradni, most már nem megy tovább, és keresek egy állást Nyugat-Európában, Németországban. Nagyon sokszor való igaz, hogy ezt inkább az elkeseredettség szüli, szerencsére, mert ez azt jelenti, hogy az érintett honfitársunk azért csak a szülőföldjén szeretne boldogulni, és ezt meg is teszi a későbbiekben. De ez a folyamatos negatív életérzés, ez a depresszív, kilátástalan hangulat, ami Magyarország egy jó részén dúl, és nem az állampolgárok hibájából, sajnos előidézi azt, hogy igen, akár több hullámban elveszíthetjük az ország színe javát. Még a rendezettebb gazdasági években is sajnos ez a veszteség bekövetkezett. Emlékezzünk arra, tökéletesen tudta a kormány előre, hogy mikor fogják megnyitni az osztrák, a német munkaerőpiacot, tehát hogy mikor várható az, hogy honfitársaink széles tömegei máshol keresik meg a számításukat, jó részt kényszerből, mégsem tettek lényegében semmit, tehát sem egy lakhatási program, sem egy motivációs szisztéma az itthonmaradás mellett nem jelent meg. Éppen ezért mondom azt, hogy most, amikor nem is békeidők vannak, hanem egy válságidőszak, persze lehet, hogy nehezebb ilyenkor a Benelux államokban egy jó álláshelyet találni, de lehet, hogy éppen könnyebb. A válságidőszak ugyanis felforgathatja mindenhol a munkaerőpiacokat. Magyarországon ugye jellemzően azzal próbálkozik a kormány, hogy a harmadik világból vendégmunkásokat százezrével importál, miközben rengeteg magyar külföldön dolgozik. Én azt mondom, hogy egészségesebb lenne fordítva, tehát aki csak akar, boldogulhasson a szülőföldje. Ha megengedi, akkor végszóra kíváncsi vagyok a véleményére egy tegnapi videóval kapcsolatban, amelyet gondolom, hogy ön is látott, hiszen sokan megosztották, Molnár Enikő és Potocskáné Körösi Anita felvételéről beszélek. Ugye Molnár Enikő lement Miskolcig, ahol hát ki hogy fogalmaz, inzultálta, zaklatta, vagy csak jogos kérdéseket tett fel Potocskánének. Sokan sokféleképpen apostrofálják ezt, cicaharc, belharc. Mi történik a Jobbikban? Nyilvánvaló, hogy amikor egy frakció, egy közösség tagjai valamifajta nézetkülönbséggel rendelkeznek, akkor ennek a normális elbeszélési módja, ez ugye a közösségen belül történne, akár egy közvetlen telefonhívással. Ebből az állításomból vagy tézisemből következik a következtetésem, miszerint ha valaki nem a nyilvánosság, nem a nem nyilvánosság diszkrét útját, hanem magát a nyilvánosságot választja a vélt vagy valós problémái megtárgyalására, ott mindig valamifajta másfajta egyéb szándékot is lehet sejteni a háttérben. Azt is látjuk, hogy ez a szándék voltan a nyilvánosság előtt folytatott feszültségkelt, és ez természetesen célokkal történik. Én viszont egészen biztosan nem leszek ennek a kiszolgáló személyzete, tehát a legnagyobb hibát akkor követném el, hogyha most itt a szereplők megnevezésével, az életútjuk elemzésével a Jobbik különböző belső ügyeit kitárnám a nagy nyilvánosság elé. Több mint egy évtizedes tapasztalatom, hogy ez óriási hiba lenne. Azt is látom, hogy a Jobbik életében a különböző ilyen feszült helyzetek, mint minden más párt életében megvannak. Nálunk is fél évente végig hallgatjuk azt, hogy állítólag szakad a Jobbik, állítólag most már a megszűnés határán van. Aztán érdekes módon egy főnix madárként ez a közösség mindig fel tud támadni, fel tudott támadni 2015-ben, fel tudott támadni Vona Gábor távozását követően, fel tudott támadni az EP választás először elért 6% után, és azért csak egy 15% körüli sávba került megint. Most is azt vélelmezem, hogyha ezek a közéleti viharok és a választási vereség sokja elmúlik, rendeződnek a sorok, akkor egy építkező 3-6 hónapot követően a Jobbik a régi fényében tud tündökölni. Én azért szeretem ezt a közösséget, mert tényleg fel tud támadni a legnehezebb helyzetekből is. Ezt viszont akadályoznám, hogyha mély elemzést folytatnék a bent vagy kint dolgozó kollégák. Értem, arra viszont még mondjon nekem valamit, hogy az egyik, amit nehezményezett Molnár Enikő, az az volt, hogy Potocskáné frakcióautóval utazott. Ez rendben van-e, így van-e, vagy egyáltalán vizsgálják-e, vagy ez igazából megszokott? Egy egészen sötét korszakot idézne az, hogyha én a közvetlen kollégáim autóhasználati szokásait vizsgálnám, vagy éppen elkértem volna a forgalmi engedélyt azon a kecskeméti katapontos eseményről, amelyen magam részt vettem a héten. Kiválóan dolgoztunk együtt, természetesen minden a szabályoknak megfelelően. Egyébként egy nagyon alacsony költségvetésű
rendezvénysorozat keretein belül történt. Én a saját autómmal mentem, tehát egyéb erőforrást nem vettem igénybe ehhez, de azt látom, hogy Anitáék is nagyon-nagyon keményen összeraktak egy 10 állomásos országjárást, ahol mindenki az önálló erőforrásait is igyekszik ebbe beletenni. Természetesen minden a szabályoknak megfelelően történt. Aki ezzel ellenkező híresztelésekre ragadtatja magát, főleg a nyilvánosság előtt, nem biztos, hogy a jó szándék által vezérelve teszi mindezt. Zé Kárpád Dániel, a Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. 1901 óta a legszárazabb 7 hónapon van túl Magyarország, az átlagos csapadék mennyiség csak nem fele hiányzik, írta az Országos Vízügyi Főigazgatóság közleményében. Mekkora a baj? Mi várható a jövőben? Hiszen az idei évben valóban jól érezte mindenki a saját bőrén a problémát. Mindez egyáltalán természetes, hogy ciklikusan olykor ilyen évet élünk meg? Rodics Katalin, a Greenpeace agrárkampány felelőse a vendégünk. Aki a biodiverzitás kampány felelőse is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mekkora a baj? Valóban baj van? Igen, hát évtizedek óta mondjuk, hogy egy kicsit visszafogja magát az emberiség a széndioxid kibocsátásba, a pazarlásba, az élővilág pusztulásában, akkor csendesíteni lehetne a klímaválságot. De ugye még az elmúlt években is óriási vita volt arról, hogy egyáltalán létezik-e, vagy csak a civilek találták ki. Úgyhogy egyszerűen most már tényleg mindenki a saját bőrén érzi, hogy amit a tudósok tényleg évtizedek óta mondanak, hogy szárazodunk, melegszünk, az most hirtelen berobbant, és valóban egy rendkívül aszályos, kegyetlen a mezőgazdaság és az élővilág szempontjából is egy kegyetlen év lett. És sajnos igen, nagyon nagy baj van. 2006-ban már megszületett a Magyar Tudományos Akadémiával és az akkori Környezetvédelmi Minisztérium munkatársaival együtt elkészített óriási terv, hogy hogy lehetne ezeket a gondokat megoldani. Sajnos ebből semmi nem valósult meg. És ma Magyarországon még mindig több vizet engedünk ki a folyóinkon, mint amennyi bejön. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos lett volna, hogy az elmúlt évtizedben is a közösségi pénzeket a kormány arra használja, hogy ezeket a víznövelő, vízmegtartó kapacitásait az országnak segítse és lehetővé tegye azt, hogy bennmaradjon legalább a csapadék és a hirtelen esőkkel ne kifoljon a folyókon keresztül az országból, hogy nem minden le legyen betonozva, ami ugye nem tudja beszívni, nem úgy, mint a talaj, a vizet. Úgyhogy rengeteg lépést kellett volna tenni ebben az ügyben, de sajnos ezek nem történtek meg. Na, hogy melyek azok a lépések, és mi a legsürgetőbb? Szeretném, hogyha elmondaná, hogy ha megteszi, hogy velünk marad, akkor nagyon hálás lennék, mert lejárt az időnk, és muszáj egy pici reklámot és rövid híreket adni, de hogyha van egy kis ideje, szeretném folytatni a beszélgetést önnel 3 perc múlva. Nagyon szívesen. Köszönöm. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vogyerák Anikó. 1901 óta most volt a legszárazabb 7 hónap Magyarországon. Erről kezdtünk el beszélgetni Rodics Katalinnal, a Greenpeace biodiverzitás kampány felelősével. Köszönöm, hogy itt maradt velünk. Én is köszönöm a lehetőséget. És épp ott fejeztük be, hogy azt mondta, hogy sürgető lépéseket kellett volna tenni, hogy ezt mondjuk kiküszöböljük. Mi most az, ami tehetünk, vagy ami mondjuk a legsürgetőbb feladat lenne? Hát a legsürgetőbb feladat az lenne, hogy például azt a tervet, egy kicsit leporoljuk a vásárhelyi tervet, ami arról szólt, hogy a folyóinkban, amikor tavasszal esetleg nagyobb vízmennyiség jön, azokat ki tudjuk engedni például a Tiszán azokra a területekre, amik valaha vízjárt a területek voltak, nyilván úgy, hogy ezt nem a falvakra engedjük át, hanem olyan területekre, amelyek gyepes területek, és amelyek hosszabb ideig meg tudják tartani ezeket a vizeket. Hogy amikor belvíz van, és a gazdák kénytelenek hirtelen levezetni a területükről a vizet, azoknak a tárolására is ki lehessen helyi szinten, kis önkormányzati és regionális szinten alakítani olyan lehetőségeket, hogy az a víz ott maradhasson. Ami a legfontosabb azonban az, hogy a talajunk Magyarországon iszonyúan kiszáradt. Ennek
nagy bűnöse a jelenlegi ipari mezőgazdaság. Azt kell tudnunk, hogy a műtrágyákkal és a különböző rovar és egyéb ölőszerekkel megöljük a talajban is az élővilágot, ezzel az a réteg, ami az élő réteg, a humusz, az eltűnik, márpedig a humusz az úgy viselkedik, mint a szivacs, és az magába tudja szívni az esővizet, és tárolja hosszabb ideig. Ha ez nincs a talajban, akkor a talajról lefolyik a víz, tehát nem képes tartani. Ma Magyarországon az ökológiai művelt területek aránya rendkívül alacsony. Más országokban már 20% fölött van, nálunk még ilyen 6-7%, egyszer nagyon éri el ez az arány. Tehát át kéne alakítani a mezőgazdaságot úgy, hogy a talajok éljenek, és nem műtrágyákkal kelljen pótolni egyes elemeket. Azon kívül nagyon fontos lenne ugye mindannyiunknak átgondolni, úgyhogy nem csak kormányzati szinten, hanem egyéni szinten is, hogy hogyan tudunk a vízzel spórolni. Nem feltétlenül a gyepeinket kell naponta kétszer folyamatosan öntözni, hanem arra is kell gondolni, hogy van, ahol már nincs ivóvíz, tehát ezekben is át kéne alakítani azt, hogy mit tartunk, nem óriási botrán csinálni abból, hogy Zsolymáron milliókért valakit csináltatott gyepet, és akkor, amikor másnak inni nem volt, akkor ő ezen háborgott, hogy mi az, hogy ő nem locsolhat. Tehát víztakarékos életmódot kellene bevezetnünk, amiben nagyon sok minden benne van, hogy órákig használjuk el a zuhanyt, nem kéne elérni azt a szintet, ami néhány évvel ezelőtt Fokvárosban volt, hogy gyakorlatilag eltűnik a víz, úgyhogy látjuk, hogy a folyóink közül 37 kiszáradó félben van. Nagyon nagy. Magyarország egyébként a legrosszabb helyzetben van a klímaválság szempontjából, éppen a Kárpát-medencei helyzetből, és ezért könyörögtünk, kértünk, kiabáltunk, mindent megtettünk most már több mint 10 éve, hogy itt történjen valami a hazai vizeinkkel, és őrizzük meg ezeket, amennyire lehet. Megdöbbentő, hogy az agrárminiszter idén azt mondta, hogy őt nagyon meglepte, hogy milyen aszályos év lett. Hát nem tudom, milyen információkat olvasott és tudott az elmúlt évtizedekben, mert ez senki számára valójában nem meglepő. Az arány, hogy ilyen iszonyú hirtelen 40-42-43 fokos meleg jött, ez lehet, hogy hirtelen meglepő volt egyes embereknek, de sajnos várható, és az is várható, hogy a következő évek sem lesznek könnyebbek. Hát és sajnos lesz, miről beszélnünk folyamatosan. Attól tartok, Rodics Katalin, a Greenpeace szakértője. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Nagy bajról számolnak be az almatermesztők is. A korábbi 5-600 ezer tonna átlagtermés helyett Magyarországon idén 350 ezer tonnára számítanak a termesztők. Jókkal merülhet fel a kérdés, lesz-e elegendő almánk? Előfordulhat-e hiány? Mindez miként érintheti az almatermesztők szektorát, dr. Apáti Ferencet? A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És akkor igen, induljunk az almától, hogy mekkora a baj, milyen almatermésre számítanak? Mint ahogy a felvezetőben elhangzott, a sok éves átlagtermésünk 600 ezer tonna magasságában alakul, sőt 2018-ban, ami egy jó évjárat volt, 800 ezer tonnát meghaladó alma mennyiséget születeltünk. Ebben az évben mindössze 350 ezer tonnát várunk, és még az sem zárható ki, hogyha a hőség és az aszály a következő hetekben is hasonlóképpen alakul, amire minden esély megvan sajnos, akkor rossz esetben még a 300 ezer tonnát sem fogjuk elérni. Nyilvánvalóan ez a drasztikus terméskiesés az időjárási hatásokkal van összefüggésben, de sokkal inkább fogja érinteni a feldolgozóipart, mint sem a friss piacot. Mennyire érezzük majd ezt egyébként, hiszen ma már egyébként beszéltünk az adásban erről, hogy minden drágább lesz, és gyakorlatilag, hogyha az almáról beszélünk, akkor szerintem majdnem fogalmazhatunk így, hogy azért alma nagyhatalom Magyarország. Alma nagyhatalom voltunk 20-30 évvel ezelőtt, ez sajnos ma már alig-alig igaz ránk, az Európai Unió alma termésének 4-5%-át hozzuk, ebben az évben pedig alig 3%-át.
A helyzet az, hogy, mint említettem, sokkal inkább a feldolgozóipar fog szenvedni az alapanyag hiánytól, ugyanis Magyarországon 450-500 ezer tonna alma feldolgozására van kapacitásunk. Ennek java része alma sürítménygyártás, amiből aztán üdítőutalak, gyümölcslevek, stb. Készülnek, de a pálinkaipar, lekváripar és a többi sorolhatnánk a többi feldolgozóipari ágazatot is. Látható, hogy számukra az 500 ezer tonnás kapacitásuk felére lesz elegendő alapanyag. Úgy tűnik, hogy a 100-120 ezer tonnára becsülhető étkezési alma piacunkat, ha szűken is, de ki fogjuk tudni szolgálni, aminek az az oka, hogy étkezési almát korszerű, öntözött, intenzív ültetvényeken termelünk, sokkal korszerűbb termesztés technológia mellett, ahol a tavaszi fagyok és az aszályok, amelyek a nagy terméskieséseket okozzák, sokkal jobb hatásfokkal kivéthetők, mint egy kevésbé korszerű vagy extenzívebb feldolgozóipari ültetvényen. Jelenleg úgy látszik, hogy ha szűken is lesz elegendő magyar alma a magyar piacokra, az esélye viszont megvan, hogy majd a szezon végére, ez valamikor jövő május-június, elfogy a hazai alma hűtőtárolóból, és akkor importra szorulunk, de étkezési alma frontján jelenleg nagyon nagy válságot nem látunk. A helyzet az, hogy Európában viszont jó termés van. A szokásos 11-12 millió tonnás EU-s almatermés helyett idén 12,2 millió tonnát várnak, és az, hogy Magyarországon rossz termés van, de az EU-ban összességében egy jó, az azért vissza fogja fogni az árak növekedését, úgyhogy én nem rémizgetnék senkit azzal, hogy soha nem látott ára lesz az almának. Kisebb mértékű áremelkedés elképzelhető, de még ez sem feltétlenül biztos. Azért nem, mert tavaly előtt rossz szezon zárt mind az Európai Unió, mind Magyarország alma szempontjából, és már tavaly előtt hozzá kellett szoknunk a magasabb almárakhoz. Nem biztos, hogy ez nagyon jelentősen tovább fog növekedni. No, akkor úgy tűnik, hogy almailag rendben leszünk, vagy nincs akkora probléma. Lát-e egyébként ön szakmailag olyan mondjuk gyümölcsöt, vagy zöld, ahol viszont bajok lehetnek? Nagyon változékony volt idén a helyzet gyümölcsfajtól függően. Ugye tavaly előtt mindenki emlékszik, kajszi barackból és őszi barackból zártunk rossz szezont a tavaszi fagyok miatt. Alig volt barack, és az is nagyon drága volt. Ebben az évben mind kajszi, mind őszi barackból egy közepes vagy jó termésünk volt. Már lassan a szezon végéhez közeledünk, de az előző évekhez képest alacsonyabb áron és bőségesen állt rendelkezésre barack. Túl vagyunk a cseresznye, a megszezonon, ami értemben előttünk áll, az az alma és a körte, és a körte van rossz a helyzet, mint almában. Egy 25-30 ezer tonnás jó termés helyett mindössze 17-18 ezer tonna körtét várunk. Ellenben szintén az Európai Unióban nagyon jó körtetermés ígérkezik. Tehát azt gondolom, hogy a gyümölcsszezon hátralévő részére nagyon nagy ellátási gondok nem lesznek, sőt a szilva esetében is van egy közepes termés. Összességében szilvához is fogunk tudni jutni hazai termésből a szezon hátralévő részében. Ami miatt én inkább aggódok, az a jövő év, mégpedig azért, mert a hazai gyümölcsültetvény háromnegyede öntözetlen, és nagyon erősen valószínűsíthető, hogy ilyen hőség és ilyen csapadék hiány mellett az öntözetlen ültetvényekben a fák alig-alig lesznek képesek a virágvigyeket beérlelni, ami a jövő évi termés alapja lehet. Vagyis összefoglalva azt lehet mondani, hogy az évszázados aszály miatt az öntözetlen ültetvényeken már jó esélye prognosztizálható egy jövő évi gyenge termés. Apáti Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Közszolgálati média újságíró és szerkesztő szakirányú továbbképzési szakot indít immáron harmadik éve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási továbbképzési intézete szeptemberben. Miről is szólnak ezek a képzések, kiket várnak és hol találhatják meg később számításaikat a képzést elvégzők? Bartóki Gönci Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét, a program szakfelelősét kapcsoljuk, akitől a szakmai napjaink kihívásairól is érdeklődünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
Különösen érdekes lesz a beszélgetés, mert nem titok, hogy én 18 évet húztam le egyébként a közszolgálatban, mint újságíró, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy önöknél most mit lehet tanulni, és kinek képzik az utánpótlást. Alapvetően, amikor 2020-ban elindítottuk ezt a képzést, akkor három tájcsoport köré építettük azt a tudást, amit szeretnénk volna átadni. Az egyik, és ez a legfőbb, azok a gyakorlati ismeretek. Alapvetően nem kamera vagy mikrofon mögé képezünk embereket, hogyha szabad ilyen képzavarra fogalmazni, hanem inkább a háttérben dolgozó munkásokat szeretünk volna képezni, így például vágókat, operatőröket. Természetesen egy két-fél éves szakirányon nem lehet mindennek a részleteit megtanulni, tehát az alapokat szeretük volna átadni, vágás ismeretek, operatőr ismeretek, adásszerkesztés, az egy olyan átfogó képet kapjanak, amivel utána később egy média szolgáltatónál, azott esetben a közszolgálati média szolgáltatónál, de akár más audiovizuális vagy rádiós média szolgáltatónál lehet tudnak helyezkedni, és már van egy képük arra, hogy hogyan működik egy ilyen rendszer. Tehát ez egyik, a tárgyaknak ez egyik első legfontosabb csoportja. Ezeket a gyakorlati órákat nem is a közszolgálati egyetemen tartjuk, hanem az MTV-a biztosítja a technikai hátteret ehhez, illetve az oktatói gárdát. A másik tárgycsoport az természetesen elméleti ismeretek, mint például a szociálpszichológia, média jog, illetve vannak készségfejlesztő ismeretek, például a beszédtechnika, kommunikáció technikáknak az elsajátítása. Úgyhogy nagyjából így kell elképzelni ezt a képzést, és ezen módosítottunk tavaly annyiban, és így mennünk tovább idén is, hogy két specializációt hoztunk létre. Az egyik a közéleti újságírás, a másik pedig a sportújságírás. És ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak alaptantárgyak, amit mindenki tanul, és vannak olyan specializált tantárgyak, amit az egy csoport egyik fele, a másik fele pedig a másik specializációnak a tárgyait, például sportkommentátori munka, interjúkészítés gyakorlata, vagy például a rádiós műsorkészítésnek a gyakorlata. Mennyire van hiány, hogyha újságíró képzésről beszélünk, hiszen azt láthatjuk, hogy ez a tapasztalat, hogy szinte mindenki mondjuk média szakra szeretne menni, és egyébként ugye ön hangsúlyozta, hogy mondjuk a kvázi háttérben dolgozókat képzik, vagy rá fókuszálnak, de hát mindenki műsorvezető szeretne lenni. Hát ez így van. Én úgy gondolom, hogy nem kizárt valaki ezt elvégző műsorvezető lehet, de nyilván ilyet nem ígérünk. A hiány az alapvetően az információim szerint a háttérben dolgozó szerkesztőkből, operatőrökből, vágókból van, és mi abszolút erre is fókuszálunk. Kik azok, akik önöknél végeznek, hova fognak ők menni? Akik nálunk végeznek, ők egy gyakorlati programban elkezdhetik a gyakorlati munkájukat is, ezt az MTV-a biztosítja. Ettől az évtől kezdődően a legjobb 5 tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatónak automatikusan munka viszonyt fognak ajánlani. Tehát biztos az elhelyezkedésük. A többiek is természetesen beszállhatnak egy gyakornoki programba. Illetve hát a tapasztalat az, hogy akik nálunk végeztek az első két évfolyam legalábbis, őknek is volt, akinek már volt munkája. Például a határon túli média szolgáltatóktól sokan jöttek, akik szerettek volna itt plusz információkat megtanulni. A közszolgálati médiánál, de helyezkedtek teljesen más médiumoknál is. Bartoki Gönczi Balázs, a program szakfelelős, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Köszönöm. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző. Somodi Solymos Eszter szerkesztővel köszöntelek itt is. Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat is, és képzeld el, hogy ilyen reflektáló híreket hoztam a reggelről, és akkor talán kezdjük is azzal, hogy ugye beszéltünk az asszályról, és arról, hogy mi mindent okozott ez itt hazánkban, és képzeld el, hogy a 24.hu lehozta azt is, hogy Anglia legszárazabb júliusa volt az idei, 1535 óta nem volt ilyen, és ők is légi felvételen lehet látni, hogy mennyivel másabb az adott területnek, városrésznek, vagy országnak ugye a színe, mint korábban. Ezek a légi fotók régen olyan gyönyörű, szép zöldek tudtak lenni, és most meg azt látod, amit egyébként közelről is, ezt a sárgás, kihalt, olyan semmilyen színű, úgyhogy hát nem csak nálunk van probléma.
Szép kilátások, igen. És egyébként itt beszéltünk arról, meg szóba hozta a Greenpeace-nek a szakértője, mert Bezzeg Solymáron például sok milliós gyepesített területen a csúnya ott élők szeretnének locsolni, de azért én mondjuk így az általában mondjuk a kert szerető vagy kertel rendelkező embereket azért megvédeném ezen a ponton, hiszen például mondjuk a testvére még nem sok milliós gyepesített kertben laknak, és pont elég volt 2 nap, hogy mondjuk nem tudott ránézni, vagy nem foglalkozni, és teljesen kiégett minden, de ez akkor zárójelbe zárva. És képzeld el, hogy nagyon megugorhat a citrom és a narancsára is, ha már az almákról beszélgettünk, hiszen az Európai Unió szigorította a citrusfélék növényegészségügyi szabályain, aminek következtében durván megemelkedhetnek az árak, és annyira komolyan is gondolják ezt a szabályt, hogy a dél-afrikai termesztők, ugye, hogy eleget tudjanak tenni az uniós szigornak, most hát fel kéne venni a lépést, viszont vannak olyan szállítmányok, amik már arra várnak, hogy az EU-ba be tudják hozni őket, viszont nem lehet, úgyhogy lehet, hogy le kell őket selejtezni, és meg kell őket semmisíteni, ami valahol szörnyű dolog, hogyha belegondolsz, hogy, igen, hogy az lehet, hogy valamire jó lenne, de hát ugye az új szabály, és ezt akkor nem lehet. No, de akkor, hogy térjünk át arra kérdéskörre is, ugye, hogy mennyire fontos a faipari termék, és akkor ilyenkor jön az arconcsapás, például egy olyan hír, hogy faipari üzem lángol Magyarbánhegyesen. Kigyulladt az, egy üzemépület, lángokat több tűzoltó egység oltja, és hát reméljük, hogy ez nem fogja szintén befolyásolni majd azt, hogy mekkora készlet és milyen áron áll rendelkezésünkre, hiszen tudjuk jól, hogy most nincs ez a fa mennyiség, amit ne vásárolnának föl. Hát reméljük, hogy minél hamarabb megoldódik ott a helyzet. És hát akkor egy kis színest is tartogattam neked a végére, mert engem megmosolyogtatott a hír és kolléganőmet is, hogy túl lassú zebrán sétálásért 75 000 forintra büntették a kata tüntetés egyik résztvevőjét. A forgalom szándékos akadályozásáért büntették meg, a forgalom lassító akció keretein belül, amikor a társaival átkelt a zebrán, a lámpa már pirosra váltott, így az autók csak később tudtak elindulni. Végtelenül kíváncsi vagyok rá, hogy le van az írva valahol, hogy egy gyalogosnak hány nem kilométer per óra sebességgel kell keresztül közlekednie egyébként egy zebrán, mert akkor szerintem igen sok nyugdíjas néni meg bácsi rezzenhet össze. Hát így van, és nagyon sok helyen tudod, a zöldön addig világít csak a lámpa, hogy szinte át se érsz. Még van, hogy én magam se, pedig még nem küzdök semmilyen problémával, de mi lesz akkor, ha igen? És nyilván, amikor meg pirosra vált, akkor már úgymond lehet, hogy van jogkörük, ugye, hogy megbüntessék. És megállsz középen. Jó, hát ez szerintem, hogyha mondjuk kutyapárti lennék, akkor biztos, hogy meglovagolnám ezt a témát, és utána néznék. Eszter, köszönöm szépen, maradj velünk! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Mert megérkezett hozzánk Kormos Róbert, a Bistrónak a műsorvezetője, 8 óra 55 perc van, úgyhogy azt jelenti, hogy kap 2 percet, hogy elmondja, hogy miről fog utána 5 perc van beszélni. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Akkor nagyon gyorsan fogok beszélni. Nagyon gyorsan, nem, azért annyira nem. Bújtor István Filmfesztivál lesz a Balatonon, Balaton szemesen Luther Imre lesz a vendégem. Utána bújtorozunk tovább, Dézsi Zoltán lesz itt velem. A bújtúrról fogunk beszélni. A Dézsi a legnagyobb bújtorfán, vagy nem tudom, szerintem nincs olyan adás, amiben A. ne szőné bele, B. nem is értem, hogyha szabadságon van, akkor mit bújtorozik itt, ahelyett, hogy bejönne műsort vezetni. Ezért adtunk neki sok időt, hogy kiélhesse a rajongását, a bújtor rajongását. Aztán Győri Zoltán lesz itt velem, társasjáték tervező előadó, amit játszunk, vlog alapítója. Vele beszélgetünk a társasjáték piknik rendezvényükről, valamint azokra a társasjátékokra, amiket ő tervezett. De ezt a társasjáték pikniket, ezt úgy képzeljük, hogy szó szerint piknik? Igen, kimentek a Margit szigetre, lesz ott egy csomó pléd, egy csomó társasjáték. Jó hangulat, le lehet ülni, és ők segítenek. Kártyázni, semmi időm nem maradt az utóbbi 2 évben ezekre. Nyaralás alatt hogyan tudjuk biztonságban a házunkat, mikor elmegyünk? Na ez egy érdekes téma, mert én szétszorongom magam, amikor elmegyek akár egy hétre, jobb esetre, másfél hétre, hogy mit hagyjak, hol hagyjak, a redőny hogy legyen úgy felhúzva és lehúzva, hogy ne tűnjön úgy tűnjön, mintha otthon vagy, otthon lennék. Szerintem és a legjobb, hogy nem posztolj képet, hogy éppen nyaralsz, mert akkor garantáltan mennek.
Nektek van valamilyen hátlitok, mikor elmentek, hogy redőnynek hogy kell állni, nagyon összepakolunk, nem pakolunk nem össze. Annyira van mit ellopni tőlem, úgyhogy igazából. Pont ugyanezt akartam mondani, hogy én úgy vagyok vele, hogy aki ide bejön. Nyugodtan, gyertek, hagyjatok itt valamit, légy szíves, jó? Hát meg van három irgalmatlanul nagy macskám, akik egyébként házőrzőként is tudnak funkcionálni, úgyhogy nálam egyébként pont ebből adódóan nincs üresen a lakás, no de pláne úgy sem, hogy van cicaszitterem, úgyhogy azt jelenti, hogy minden nap valaki érkezik és csekkolja, hogy a cicaszitter az vizet ad neki, kaját ad neki, így, kész. Hát van. Meg almot cserél, meg simogatja őket, dújuszgat velük, meg ilyen, igen. Sziget, Tombol ezerrel tegnap, így Dua Lipa, én még nem olvastam kritikákat a koncertről, de már jelentek meg, arra kíváncsi leszek, viszont adunk egy kis útmutatót, hogy hogyan éljük túl a Szigetet, hogyan jussunk el minden egyes koncertre, amire szeretnénk, mi legyen a tempónk. Ki lesz a vendég a témában? Ábrahám Gergely érkezik hozzánk a Diageo-tól. Ők a Szigettel közösen csinálták ezt a kis programot. És vannak tök jó repoharak, és azokra is rá vannak írva ezek a szabályok, hogy miket tarts be, hidratálj, kajálj, hogyan így áll, hogyan ne így áll. És akkor így talán életben maradsz a végére. No, hát akkor ezekkel a témákkal folytatja Kormos Róbert. Én köszönöm szépen a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében és Szellek Vivien segédszerkesztő nevében a figyelmüket. Kátai Kristóf segített nekünk a technikai dolgok lebonyolításában. Legyen nagyon szép napjuk, és maradjanak a bisztróval.